céltudatosan kerestük. De, de nem gondoltuk, hogy vargányát találunk. Meg azt sem, hogy ekkora. Méretű már azt inkább érdemes rántani, vagy esetleg, hogyha kicsit idősebb, akkor leszállítani. Inkább ez a két fel. De aki szereti a pörköltet belőle, annyi, hogy egy kicsit ilyen szaftosabb a pörkölt. Szóval nem egy ilyen rohogós állagú lesz benne a gomba, hanem egy ilyen, ilyen szaftosabb. Kék átugalom gombám, csopör gombám, igen. Tuskó gombám, tuskó tukos, gomba. Meg erdélyi csiperke. Aha. Az őzlábgombánál előfordul, hogy hoznak kerti őzlábat, ugye? Vagy a kisebb méretű őzlábak között ott van ugye a húsbarnás őzláb, ami halálosan mérgező, ott van a rózsás őzláb, az is mérgező, ugye? Ezekkel lehet összekeverni. Itt most, ami bekerül a szemétbe, az milyen? Az minőségileg. Szóval a gombánál nem csak az a lényeg, hogy nem ehető, vagy esetleg ugye mérgező, hanem hogy megfelelő minőségű is legyen. Mert hogyha nem megfelelő minőségű gombát hát fogyasztunk el, akkor viszont ugyanúgy gyomorrantást tudunk kapni. Amik nincsenek kinyilva, azokat meg lehet tölteni, és meg lehet sütni sütőben. Köszönöm. Nagy tévhit egyébként, hogy ha a csiga megrágja a gombát, hogy ez biztosan ehető. Hát legutolsó túrám során találkoztam pont olyan gyilkos galócával, ami csigarágtól volt, szóval ez itt, ez a tévhit, ez itt be is igazolódott.